A szekszárdi járőrök a tolnai megyeszékhelyen állítottak meg egy autóst néhány nappal ezelőtt. A rendőröknek azt tűnt fel, hogy az autó elején nincs rendszám. Az autó hátsó ülésén egy körülbelül egy éves gyermek tartózkodik gyermekbiztonsági rendszer nélkül. Amikor kérdezték a sofőrt, hogy ez a gyerek hogy került oda, akkor elmondta, hogy a saját gyermekét szállította az autóval. Az ellenőrzés alkalmával kiderült az is, hogy a férfi vezetői engedéllyel nem rendelkezik. Kiderült továbbá az is, hogy az autót ideiglenesen kivonták a forgalomból, mert a tulajdonos nem fizette be a közigazgatási bírságot. Ezen felül az is kiderült, hogy a gépjárműre nincs érvényes kötelező felelősségbiztosítás sem. A rendőrök megállapították továbbá azt is, hogy az autó hátuljára felszerelt rendszámot eredetileg egy másik gépkocsira adták ki. Ez ugye bűncselekmény, és egyedi azonosítójel visszaélés büntetét valósította meg vele a sofőr, ezért őt a szabálysértések mellett büntető feljelentésben is részesítették, előállították, és gyanúsítottként hallgatták ki egyedi azonosítójel visszaélés büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A jogosítvány nélküli vezetés miatt is felelősségre vonják majd a 22 éves sofőrt. A férfi a szabálysértések miatt több 100 000 forintos bírságra is számíthat.